A város határától egy gondolatnyi távolságra, a bicikli utakon túl, ahol nem járt sem autóbusz, sem pedig villamos, és az emberek nagy-nagy szeretetben élnek, húzódik egy falucska. Születésnap falvának hívják. Él Születésnap falván két uraság, akik minden évben csak ezen a napon merészkednek elő az otthonukból. Először Böndöri uram lépett a színpadra, szép kunkorban végződő, vastag, tömött, fekete bajusza volt. Utána Fancsali uraság is megjelent, szegény még a cirkuszban sem volt képes mosolyogni. Az emberek, amit megpillantották, Fancsali uraság két oldalt lecsüngő szőke bajuszát, menten elámultak. Böndöri uram és Fancsali uram mellett most először Hóborti úr is felállhatott melléjük. Hóborti úr bajusza igazi mutatványokra volt képes. Ha zavarban volt, bajusza egyik vége fölfele ágaskodott, magasabbra szökött, mint Hóborti uraság feje búbja. A bajusz másik vége közben lefelé lógott. A három beszélő bajusz egyszer csak leugrott gazdája orra alul és világgá ment. A kackiás kunkori koma zsiványnak állt, a fityegő arcsa szomszéd feleséget keresett magának. A legkisebb bajuszlegény, kedves bajusz pedig trombitásként próbált szerencsét. Vajon nagypapa bajusza is tud ilyen csodákat?